30 éve nem látott életszínvonalbeli romlásra számítanak a brit szakértők. Áprilistól ugyanis másfélszeresére emelkednek az energiaárak. Egyre többen kényszerülnek arra, hogy ritkábban fűtsenek, sokan pedig hideg vízben mosnak és kevesebbet főznek, hogy fizetni tudják a közüzemi számlákat. Minden este lecsavarja a fűtést egy 38 éves dél-angliai családanya. Az idős otthonban dolgozó nő azt mondja, hogy már nem tudja az egész napi fogyasztás után fizetni a számlákat. Esténként, amikor leáll a fűtés, a lányommal egy takaró alatt szoktunk ülni egy melegvizes palack társaságában. Inkább magunkra terítünk még egy plédet, mert az nem kerül semmibe, míg a folyamatos fűtés lenullázza a bankszámlámat, mondta az asszony. Arról is beszélt, hogy mostanra már minden szórakozási lehetőségről le kellett mondania, például moziba vagy étterembe sem mehet. Egy elszegényedéssel foglalkozó civil szervezet szerint több millió brit, akik korábban kényelmes anyagi helyzetben voltak, most nélkülözni kényszerülnek. Áprilistól pedig tovább romlik a helyzet, amikor több mint 50%-kal nőnek az energiaárak. Ráadásul a munkavállalók által fizetett járulékok is emelkednek az Egyesült Királyságban. Bár a bérek és támogatások áprilisban nőni fognak, de nem az árakkal azonos ütemben. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb ember helyzete romlani fog, mert a bevételük nem olyan mértékben nő, mint a termékek ára, vagyis az életszínvonaluk csökken. Természetesen a legszegényebb családok számára lesz a legnehezebb átvészelni ezt az évet, magyarázta a jótékonysági szervezet gazdasági elemzője. Egyre többen szorulnak segélycsomagokra, egy londoni élelmiszerosztó ponton például már hetente mintegy 500 család kér segítséget. Valószínűleg le kell majd mondanom a fűtésről, és ritkábban használhatom a gázt. Néha már most is hideg vízben mosok. Minden kiadásra oda kell figyelnem, panaszolt egy ételadományra váró férfi. Az elosztópont vezetője arról számolt be, hogy egyre többen vannak, akik már nem tudják kifizetni a gázt és a villanyt. Sok korábbi adományozójuk pedig időközben már maga is élelmiszersegélyre szorul. A mi áramszámlánk is megduplázódott, 3 hónap alatt 170 fontról csak nem 400-ra nőtt. Nekünk is nehéz, hát még a családoknak, fogalmazott az ételosztó alapítója. A Bank of England adatai szerint a briteknél olyan életszínvonalbeli romlást okoznak az áremelkedések, amelyet az elmúlt 3 évtizedben nem láttak. A fogyasztói árak inflációja már az elmúlt évben elérte az 5,5%-ot, amire az 1990-es évek gazdasági válsága óta nem volt példa.